tisztálkodási szerek, törölköző, plét, pelenka és bébi étel. Folyamatosan jönnek a felajánlások a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetéhez Szekszárdra. Ezúttal az Atomerőmű KSC játékosai egy kis busznyi a szurkolóik által felajánlott adománnyal érkeztek az intézményhez. Az egyesület az orosz-ukrán háború miatt menekülni kényszerülő családokat szeretné támogatni. A klubunknak mindig is fontos volt a társadalmi szerepvállalás. Ez nem az első alkalom, hogy hasonló gyűjtéseket szervezünk. És hát sajnos most adódott egy ugye ez a szomorú helyzet. És a klub most is úgy döntött, hogy szeretne segíteni. És ebben a szurkolóink partnerek voltak, hiszen rengeteg adomány érkezett. Gulyás Katalin megyei igazgató azt mondja, továbbra is várják az adományokat. Hozzátette, már az is nagy segítség, ha valaki, akár bevásárlásnál, mindössze egyel több tusfürdőt vesz. A szekszárdi intézmény jelenleg amolyan központi raktárként szolgál, ugyanis innen az adományokat Tolna megye több településére szállítják. A kollégáknak is, ha szüksége van a napi munkához olyan jellegű dologra vagy adományra, ami náluk nincs, akkor természetesen innen vihetnek majd, és akkor adott esetben a szállásokon lévő csoportok tagjait ezzel segíteni tudják. Tehát mi a menekülteket, tehát a személyeket segítjük, tehát a szervezetnek ez a feladata, tehát nem magát a szálláshelyet, hanem a szálláshelyen tartózkodókat igyekszünk segíteni és az életminőségüket javítani. A tervek szerint a szekszárdi női kosárlabda csapat tovább folytatja a gyűjtést.